Szombaton ezrek gyűltek össze Marosvásárhelyen megünnepelni a Székely Szabadság napját. Most is, mint az előző években, Székelyföld területi autonómiáját követelték a résztvevők. Székelyföld autonómiáját kérte idén is a Marosvásárhelyen összegyűlt hozzávetőlegesen 4000-es tömeg a Székely Szabadság napja elnevezésű eseményen szombaton. A Székely Vértanúk emlékoszlopánál rezes bandával, zenekarokkal érkező megemlékezők székely, magyar és erdélyi zászlókat lengettek, és Románia nemzetközi kötelezettségvállalására hivatkozva kérték Székelyföld autonómiáját. Székelyföld autonómiája hasonlóan az európai gyakorlathoz azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére és az egész régió érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását a szubszidiaritás elvének megfelelően. Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség érdekében. Miután Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke felolvasta a tüntetés petícióját, amelyet a kormánynak és a parlamentnek címeztek, de amelyet tájékoztatásképpen Klaus Johannis államfőnek is elküldenek, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, az erdélyi magyarok tartják magukat az 1918-as gyulafehérvári népgyűlés és az 1919-es párizsi kisebbségi szerződés magyarokra vonatkozó szakaszaihoz, és elvárják a román parlamenttől, hogy elfogadja a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvénytervezetet. Tegnap nemzetközi sajtótájékoztatót tartott az Erdélyi Magyar Néppárt a Székely Szabadság napját követően, ahol elhangzott, nemzetközi támogatók vannak az erdélyi autonómia törekvések mellett. A részletekről Szilágyi Zsoltot, az EMNP elnökét kérdezem telefonon. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok! Nos, kik ezek a nemzetközi támogatók, és hogy tudnak segíteni az ügyön? Katalán, baszk és Olaszországból érkezett politikai vezetők erősítették meg azon akaratunkat, azon szándékunkat, hogy az erdélyi magyarságot is harcoljon a szabadságért és az autonómiáért. Amint mondták, egyáltalán nem különleges a kérésünk, és nem is rendkívüli, ugyanis több Nyugat-Európában működő regionális és etnikai autonómia bizonyítja, hogy a többség és a nemzeti közösség kisebbség közötti viszony stabilabb, jobb és nagyobb bizalmi alapon helyezkedő lesz, ha az autonómia megvalósul. Nem kívánunk tehát semmi egyebet, mint azt, amit a nyugat-európai közösségek már régóta gyakorolnak. A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az önrendelkezés évének nyilvánította az idei esztendőt. Mi a cél? Én azt hiszem, hogy a 100 éves román centenárium alkalmat kell jelentsen arra is, hogy leltárt vonjon a román politikai elit. Nem tagadhatja meg a párbeszédet a kormány, illetve a parlamenti pártok egy olyan dologról, amit nekünk 100 évvel ezelőtt megígértek. Azt ígérték, hogy minden nemzeti közösségnek joga lesz saját választott vezetőin keresztül saját magát vezetni. A gyulafehérvári nyilatkozat tehát az akkori nyelvezetben az autonómiát ígéri meg nekünk. A kérdés a 100 éves centenárium alkalmával tehát az, komolyan veszi-e a román politikai elit azokat az ígéreteket, amelyeket nagyapáik, elődeik megtettek Románia megalakulásakor, lojálisak-e a román politikai vezetők Románia megalakításához. Furcsa, hogy ezt mondom, de az autonómia követelés a legerősebb lojalitás nyilatkozat, amit mi magyarok tehetünk a román állam iránt, és nekik azt kell eldönteniük, hogy ehhez a lojalitáshoz szükségük van-e erre. Hogyan képzelik el a többségi nemzettel való párbeszédet, és akkor itt nyilván nem pusztán a politikai elitre gondolok,
Ha egy helyzetképet kéne adni, akkor mit gondol arról, hogyan látják a román polgárok az autonómia törekvéseket, és önök mivel győznék meg őket, hogy ezek helyesek? Én azt gondolom, hogy az a bejelentés, amit Tötés László és Izsák Balázs megtett, az tovább lépést jelenthet. A január 8-án a három erdélyi magyar párt által aláírt közös autonómia nyilatkozat nyomán azt fogják kezdeményezni, hogy a kormány és a parlament képviselőivel induljon parlamenti és kormány, tehát a parlament és a kormány részéről induljon párbeszéd az autonómiáról. Az egyetlen dolog, amit kérünk tehát demokratikus és békés, az, hogy induljon el a párbeszéd. Elnök úr, köszönöm szépen a bejelentkezést. Én is köszönöm. A Magyar Unit...